Jó reggelt, kedves gyerekek! Buna di minyáce, kopi! El kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon jól boldogultok a matematikával. Nagyon büszke vagyok rátok. Mindig örömmel tölt el, amikor meglátom a munkáitokat. Ügyes, és csak így tovább. Felragyog a nyájas nap, ő világít egész nap. Lélek, szellem, hatalom, mozdítja lábam és karom. A napfényben, Istenem, embererőm tisztelem, melyet a te jóságod a lelkembe beoltott, hogy lehessek szorgos, tudni vágyó, dolgos, fény és erő tőled ered, szeretet és hála neked. Noi suntem pitici, pitici voinici, pitici borboși, cu scufițe roșii. Mergem în pădure, după fraci mure, după păsărele, să zburăm ca ele. Na szóval, kedveseim, ott maradtunk el, ugyebár, hogy egy új számosságot kutattunk fel, sok mindent kerestünk, a léptől elkezdve a dobókockáig, és ha már dobókocka, és igazából már tudunk hatig számolni, hát akkor legyen, hogy dobok, és ahány pötty van a dobókockán, annyiszor fogunk majd valamit. Hoho, mennyi ez? Annyiszor ugass, ahány pötty van a dobókockán felfelé. Hú! Igen! Annyiszor nyávogja, hány pötty van a dobókockán. Halljam? Mhm. Miau! Miau! Köszönöm! Oh, annyiszor vonyíts, mint a farkas! Ahány pötty van a dobókockán? Áú! 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 Nagyon jó! Ó! Hát most tapsolj ennyit, ahány pöttyöt látsz. Megvan? Uh-huh. Nagyon jó! Hoho, fel fogsz állni a székről, és annyit guggoljál, amennyi a kockának azon a felén van, ami felfelé néz. Lássuk csak. Egy, kettő, három, négy. Bravo! Izmos légy, egészséges légy. Ó, és itt van a mi számunk. A hatos. Ennyit. Ugorjunk, jó? Egy. Kettő, három, négy, öt, hat. Bravo! Egy kicsit nehezebbet fogok most, mert dobok egyet. Látod, van rajta egy pötty. Igen. Mindig még a manók becsempésznek egy aranypöttyöt. Tehát, hogyha te egyet látsz, akkor a válasz kettő. Dobok egyet. Megszámolod az aranypöttyöket. A válasz négy. Úgy van. Dobok egyet. Megszámolod az aranypöttyöket. És megint csak a manók pöttyével együtt öt a válasz. Mert négy meg egy az öt. Dobok egyet! Hat, meg a manó pöttye,
Az mennyi lesz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagyon ügyes vagy. Gyere még, ne füzet munkázzunk, mert hoztam valami nagyon finom tennivalót. Nem ennivalót, bár a végén meg is ehetjük. Szóval, ezt mindenki ismeri, kukoricapehely. Van, akinek kedvence, van, aki 4, 6, 8, 10, 12, hát... Jól van, maradjon a 12, el tudunk számolni mindnyájan 12-ig. Most rakjuk ki először úgy, hogy 1 és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 és 11. 2 és 10. Helyes. 3 és 9, 4 és 8, 5 és 7, 6 és igen, ott is 6, 7 és 5, 8 és 4, 9 és 3, 10 és 2, 11 és 1, 12 és 0. Ó, ha már így raktuk! Kezeljétek el, hogy van 3 nagyon-nagyon éhes kis csibe, és szeretnék megenni. Nézzétek meg, hogy lenne igazságos, mennyi jutna a 3 kis csibének. Először osszátok el a szemetekkel. Lehet, hogy már így is egyesek rájöztök, hogy mennyi jut a csibének. 1 az egyiknek, 1 a másodiknak és 1 a harmadiknak. 2 az egyiknek, 2 a másodiknak, és 2 a harmadiknak. 3 az egyiknek, 3 a másodiknak, és 3 a harmadiknak. 4 az egyiknek, 4 a másodiknak, és 4 a harmadiknak. Mennyit fog megenni egy csibe? Pontosan 4-et. Így van. Na most, picit visszarendezem úgy, ahogy az előbb volt. Mert... Jaj! Ki az, aki ott jön? Egy negyedik kis csibe! És nagyon éhes, úgy látom. Idáig hallom, hogy korog a kis csibe gyomra. Hát, 4 csibe közt hogy tudnánk ezt elosztani? Nézzétek meg jól. Osszátok el először a szemetekkel. És utána kezdjük osztani. 1 az egyiknek, másodiknak, harmadiknak, negyediknek. Egyiknek, másodiknak, harmadiknak, a negyediknek. Most mindenkinek 2 van eddig. Az elsőnek még egyet, a másodiknak, a harmadiknak és a negyediknek. Ó, itt a csibéket jól lakatjuk. Mindenkinek 3 kis pehely jutott. Na most, egy csibe jött. Egy csibe. És megnézte, hogy mi van itt. Hát ennivaló, falnivaló, hú, de finom. Jött a csibécske, és azt mondja, itt mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itt mennyi van? 1, 2, 3, 4. Itt csak 4 van. Itt 8 van.
erre fogom tátani a csőrömet, és bekapom. És a csibe a csőrét így tátja. Mindig afelé tátja. Hát okos ez a csibe, ahol több van. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, rendezzük át másképpen. Gyere, csibe, tásd a csőröd, lássuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Merre tátja a csibe a csőrét? Erre vagy erre?